Óráról órára nő a közép-európai áradások halálos áldozatainak száma. Közben Magyarország északnyugati határához a sziget közbe is megérkezett az árvíz. Moson-Magyaróvárnál elképzelhető, hogy meg kell nyitni a szükségtározót. A Duna tetőzését a sziget közben csütörtökre várják. Esztergomnál csütörtök éjjel vagy péntek hajnalban. Budapesten péntek éjszaka, szombat hajnalban, Bajánál és Mohácsnál pedig a következő héten tetőzhet a folyó. Szerbiában nem várható nagyobb probléma, az országot nem fenyegeti jelentősebb áradás, mondta a közmédia vendégeként Luka Csáusic. A belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztályának vezetője hozzátette, a vízszint a Dunán a legmagasabb, viszont a Száván már sokkal alacsonyabb. Az árhullám szeptember 24-e és 26-a között tetőzik, de várhatóan nem éri el a rendkívüli árvízvédekezés határát. Október 15-én kezdődik a távfűtés Szabadkán. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat most végzi a hidegvizes próbát, majd október 1-től megkezdődnek a melegvizes próbák is. A szabadkai távfűtőművek KKV egyébként áremelést kérelmezett Szabadka városi tanácsánál. Kérelmük szerint a távfűtés változó részének ára 6,67-ről 7,32 dinárra emelkedne minden leszállított kilovattóra után.